2011. szeptember 16-a nagyon fontos dátum Pásztóváros és Nógrád megye életében, hiszen ezen a napon nyitottuk meg a Gál István emlékszobát és állandó kiállítást a múzeum téren. Az ünnepélyes megnyitón köszöntő beszédet becsózsolta a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, országgyűlési képviselő, és Volek György Pásztóváros alpolgármestere mondott. Az emlékszobát és a kiállítást Abloncné Szabó Magda, a Duna Televízió kulturális főtanácsosa nyitotta meg. A Sors nagykönyvében úgy írták meg, hogy Gál István sokat nem időzhetett a mellékvágányok környékén. Mert mint a szirének éneke, úgy hívta, vonzotta, csábította őt a filmrendezői pálya. A főiskolára másodszorra felvették. Fogcsikorgatva felszámolta a vidékiség hátrányait, Keleti Márton osztályában végzett, keményen megküzdött a diplomájáért. Vizsgafilmje sikerének köszönhette, hogy a római filmfőiskolán folytathatta tanulmányait. Ezzel kinyitotta maga előtt a világ kapuját. Edes barátaim! Gál István 70. születésnapja tájékán az Európai Utas című lap főszerkesztője minden porcikájában tartózkodónak és férfias eleganciával rendelkezőnek írta le. Akinek a művészetek iránti elkötelezettség olyan magától értetődő volt, hogy szinte minden mást kizárt. Az egész világot egyetlen létrehozandó, vagy már létre is hozott művész eredménynek tekintette. Közép-Európában és benne Magyarországon a körülmények sajnos nem kedveztek az igényes, a mérnöki szakszerűséggel, módszerességgel és ugyanakkor a régi olasz mesterekre való leleményességgel dolgozó olyan művészeknek, mint Gál István is volt. Meg lehet, hogy ide javát ezért töltötte az általa annyira imádott Olaszországban, Franciaországban és Indiában. Egyidejűleg tanított és tanult, felfedezett és dokumentált, közösségi ember, csapatjátékos és magányos harcos volt. A Pásztói Múzeum lépésről lépésre így emelkedhet Gál István zarándok helyé. Itt vannak közöttünk a filmrendező úgynevezett választott hazainak képviselő is. Azt mondják, hogy ahol a baráti szálak összefutnak, ott egy órára az egész világ szülőföldnek látszik. Ilyen nagy ember volt István. Megírta a mai rendezvényén forgatókönyvét is. Köszönöm, hogy meghallgattad. Biztos vagyok abban, hogy a városrehabilitációs munkálatok befejeztével a megszépült műemléki környezet méltó módon szolgálja Gál István életművének, munkásságának és Pásztóhoz való kötődésének megismertetését. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy becsózsolt elnök úr szép gondolatai után szólhatok Gál István Kossuth-díjas életműdíjas képíróról, mert szívesen használt ezt a kifejezést. Pásztó 600 éves városa avatásának ünnepén engem személy szerint mélyen meghatott az a kedves közvetlen hang, ahogyan Pásztóról beszélt, tiszta szívvel, őszintén, Zagyvaparti Aténnek nevezte a várost. Azt hiszem, örömmel mondhatjuk, hogy Gál István végleges otthonra talált Pásztón. Azok, akiknek személyes emlékeik vannak, azoknak különösen szívenütő lehet az a szoba, ahova először beléphetünk, mert felidézi Gál István lakását, Gál István szobáját, ahol feltehetően nagyon sok okos, gyémántélesi beszélgetésnek lehettek tanúi, fültanúi vagy partnerei. És a fiataloknak azt kívánom, hogy legyen élményanyag az, amit a képernyőkről is megtekinthetnek, a feledhetetlen dokumentumfilmek élükön a szerintem mindmáig felülmúlhatatlan pályamunkásokkal. Nézzenek bele a játékfilmekbe, nézzenek bele a fotókba, és nézzenek végig az apró tárgyakon is, amelyek például a szobában találhatók, mert hogy Gál Istvánnak szokása volt, hogy minden forgatásról emléket őrizzen, hozzon el egy tárgyat. Ha csak a legutolsókra tekintenek majd, akkor láthatják, hogy ott van kicsiben az az ökrös szekér rajta a zongorával, amely a Gyökerek című filmben, a Bartók filmjében szerepel. Ezen egy kiállítás megnyitónak a lényege, a kiállítás maga. Itt annyi sok szép és okos dolog elhangzott már az életéről, idéztük őt magát,
aki szerényen képírónak vagy képírástudónak nevezte magát. A magam személyes emlékeiről csak annyit mondhatok, hogy a kapcsolatunk igazán a Bartók film franciaországi életével, illetve a rendhagyó párizsi leltárral fűződött igazán szorosra. Akkor tudtunk mi nagyon sokat beszélgetni, segíthettem valamelyest a munkáját, és van még egy nagy adósság, mert az, amit együtt terveztünk, hogy a Bartók filmnek legyen meg a teljes értékű francia változata is, még mindig várat magára, de remélem, hogy most már hamarosan végső állomásához érkezik, és valóban megvalósulhat. Én azt hiszem, hogy az én szolgálatom, vagy az én főhajtásom akkor lehet teljes, hogyha ezt a filmjét is ugyanúgy megismerhetik Franciaországban, mint ahogy az összes nagy filmjét. Mert azt kell mondanunk, hogy akár Olaszországban, akár Franciaországban, feltehetően Indiában is, sokkal többen ismerik és ismerik el ennek a filmművésznek, képírónak az óriási tehetségét, a hatalmas, megismételhetetlen művészetét, mint itthon. És akik itt vannak, az lenne a jó, hogyha ők viszont úgy tudnák továbbadni, hogy ez az övéké is ez a film. Köszönöm a figyelmüket, és kívánok szép felfedezéseket benne a két teremben. Gál István, Kossuth Díjas filmrendező, világhírű képíró tiszteletére nyitottuk e tárlatot, aki 1933-ban született Salgótarjánban, és gyermekéveit Pásztón töltötte. Nagyon fontos volt számára ez a vidék, hiszen filmjeihez, akár dokumentum, akár játékfilmjeihez nagyon sokszor felhasználta ennek a tájnak a motívumait, és nagyon sokszor járt vissza Pásztóra és a környékre. Például élete utolsó éveiben rendezői kurzusokat tartott a pásztói diákoknak, a Mikszent Kálmán gimnázium diákjainak. Az ő tiszteletére nyitottuk meg ezt az emlékszobát. 2007-ben bekövetkezett halála után egy évvel Gál Réka, a rendező lánya, bútorait, személyes tárgyait, hatalmas könyvgyűjteményét, tehát az egész nappali szobáját mondhatjuk úgy Pásztóvárosnak, illetve a múzeumnak ajándékozta. 2008-ban megnyitottunk egy kisebb emlékszobát Gál István emlékére. Ekkor még állandó kiállítást nem tudtunk rendezni, de ez idén megvalósult. Egyrészt az épületet, a Múzeumtér 3 szám alatti épületet Pásztóváros a városrehabilitációs pályázat keretében felújította, és mi a múzeum a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, illetve a Gál István Egyesület segítségével, és szintén Gál István jó barátja, dr. Angelo Bernardini támogatásával meg tudtuk valósítani ezt az állandó kiállítást. Thank you.
Kiállítás azért is egyedülálló, hiszen interaktív eszközök is szerepelnek benne. Tehát az állandó paravánok mellett, ahol az élet útját, illetve munkásságát ismerhetjük meg a filmrendezőnek, mindenki saját maga állíthatja össze a saját tárlatát, hiszen egy érintőképernyős számítógép segítségével akár Gál István életútját, akár dokumentumfilmjeit, játékfilmjeit, tévéfilmjeit, vagy akár bármilyen epizódját életének, rajzai, vázlatokat, melyek filmjeihez készültek, megtekintheti. Anti, ne fütyülj! Miért ne fütyülj? Nem tudom, csak ne fütyülj. Na, idegesít, ha fütyülök? Nem, de mindig akkor fütyülsz, ha valami bánt. Csak nem mondod meg. Nincs nekem semmi bajom, csak gondolkoztam. Azon gondolkozom, hogy megint el kéne menni a fakitermelésre. Azt mondják, 5 napos a hét. A lóért meg a kocsi használatért külön fizetnének. Meg aztán meg lenne a tüzelőnk. Ingyen lenne meg télire. Nem ingyen, hanem a derekadért. A derekam annyit bír, amennyit akarok. Látod, most te is elmész. Tudod, hogy nem azért. De így előbb meg lenne a pénz. És a piac? Egy ideig neked kéne bejárnod. De csak ha akarod.